Televízió műsorok, hirdetések, reklámok, hírek, posztok, fotók, óriás plakátok. Érzelmeket közvetítenek, és érzelmeket akarnak kiváltani. Valamilyen hatást, többnyire valamilyen céllal. A társadalmi kísérletekkel foglalkozó korábbi Bábel epizódokból kiderült, hogy mennyire befolyásolhat minket a helyzet hatalma, egy bizonyos közeg, más emberek tettei, véleménye vagy akár utasítása. És hogy hiába születünk bizonyos agyi mechanizmusokkal, tulajdonságokkal, tudatalattinkra megdöbbentően hat a környezet és a minket körülvevő emberek viselkedése. Az eredmények és a válaszok nem csak megdöbbentettek, de el is gondolkodtattak. Vajon tényleg mindenki befolyásolható, akár manipulálható? Vajon vannak a meggyőzésnek olyan titkos receptjei, amelyek majdnem minden esetben működnek? Egyáltalán milyen tényezők hatnak ránk nap mint nap, sokszor úgy, hogy észre sem vesszük mindezt? És kik azok, akik tudatosan, vagy akár az akaratukon kívül befolyásolnak minket? Ezekkel a gondolatokkal kerestem fel Londonban Robert Cialdinit, a meggyőzés hat alapelvének guruját, Budapesten Geszti Pétert, aki reklámjaival számos hazai és nemzetközi díjat besöpört már, és a kaliforniai Santa Cruzban Anthony Pratkenis világhírű szociálpszichológust, a Rábeszélőgép című bestseller szerzőjét. Ha valakit manipulálni akarsz, a félelemkeltés a legjobb eszköz. A félelemkeltés a legősibb és máig az egyik leghatásosabb módszer a meggyőzésre, legyen szó akár kereskedelemről, akár politikai vagy társadalmi, egyének közötti interakciókról, ügyekről. Anthony Pratkenis egyből a lényegre tér, amikor az álmos kaliforniai kisváros tengerpartján sétálva faggatni kezdem a befolyásolás művészetéről. Van egy nagyon egyszerű recept a hatásos, félelem általi befolyásolásra. Először is ugye valamivel komoly félelmet kell kelteni, lehet az egy közvetlen veszélyforrás, vagy valamilyen közvetett veszély, amikor például felmutatnak egy bűnbakot, akit valamilyen problémáért okolni lehet. Aztán a következő lépés már mindössze annyi, hogy egy egyszerű, kivitelezhető megoldást kell felkínálni ennek a félelemnek a kezelésére. De ön szerint a félelemmel pozitív és negatív értelemben is manipulálhatóak az emberek? Igen, mivel vannak dolgok, amelyektől valóban tartanunk kell. Az AIDS terjedésének a megállítására például kezdetben a félelemmel próbálták befolyásolni az embereket. A fiatalokat azzal riogatták, hogy ha szexuális életet élnek, az egy csomó következménnyel járhat. Ugyanakkor eleinte megoldást nem kínáltak, nem tanították meg őket a biztonságos szexre vagy az óvszer használatára. Mivel a fiataloknak nem kínáltak kézzelfogható megoldást, azok nem vették komolyan mindezt. Azt mondták, hogy ez a veszély nem is valós. Tulajdonképpen lebecsülték a veszélyt, a félelemkeltés nem hatott. Ha nem adunk az emberek kezébe néhány lehetséges megoldást, akkor elfordulnak, nem akarnak a problémával foglalkozni, és úgy tesznek, mintha az nem is létezne. Összetett ez a kérdés. Mert amint félelmet keltenek bennünk, az agyunk elkezd száguldani, megoldások után kutatva. Ezért könnyű ilyenkor a propaganda eszközeivel ezekre a félelmekre appellálva megoldást kínálni, valamilyen irányba manipulálva az embereket. Az amerikai szociálpszichológus nem csak a reklámipar, hanem a fogyasztói magatartás és a tudatküszöb alatti befolyásolás szakértőjeként is hírnévre tett szert, és éveken át tanulmányozta terroristák és diktátorok propagandáinak manipulációs elemeit is. Rábeszélőgép című könyvét, amelyet Eliot Aronsonnal, a szintén világhírű szociálpszichológussal közösen írt, máig szinte bibliaként tartják számon a reklám szakmában. Az egyik legismertebb könyvét, a Rábeszélőgépet Magyarországon is kiadták a 90-es évek elején. A könyv alcíme az volt, hogy élni és visszaélni a meggyőzés mindennapos mesterségével. Azóta eltelt több mint két évtized. Hogyan változtak meg azóta a meggyőzési taktikák? A lényeg nem változott, mióta világ a világ. Az alapokban, a befolyásolási folyamatokban nincs jelentős változás. Inkább az változott, hogy ezeket a technikákat hogyan használjuk. Az internet és a közösségi média elterjedésével mesterségesen felturbóztuk ezeket a társas meggyőzési módszereket. Vegyük például a pletykákat. Régebben néhány hét kellett, hogy egy pletyka elterjedjen. Most pedig bum, néhány perc alatt bejárja a világot. A másik változás, hogy bizonyos taktikák nagyobb szerephez jutottak. Az egyik legfontosabb megfigyelésem az internettel kapcsolatban, és ez engem eléggé aggaszt, mert erre valahogy nem számítottam, hogy az emberek klikkesednek, kis csoportokba tömörülnek.
Széttöredezett a társadalom. Igen, igen, és mindenkinek megvan a maga világnézete, a saját helyzetelemzése, a maga igazsága. Az emberek ugye folyamatosan aggódnak a kormányzati cenzúra miatt. De tulajdonképpen az interneten saját magunk végezzük a legnagyobb cenzúrázást, amikor csak egyfajta irányultságú csatornákon tájékozódunk. Például, amikor Amerikában valaki csak a Fox News vagy az MSNBC-t nézi, vagy csak liberális, vagy csak jobboldali forrásokból szerez információt. Úgy támaszkodunk az internetre, mint részeg ember a lámpaoszlopra, csak megerősítést keresünk a nézeteinkhez, ahelyett, hogy hagynánk, hogy az eligazodásban segítsen. És még a Google is úgy működik, hogy az érdeklődési területünk és irányunk alapján ajánl további forrásokat, és így szép lassan egyre mélyebbre kerülünk ebben az öncenzúrázásban. És az a szomorú, hogy az emberek tulajdonképpen bármelyik pillanatban odakapcsolhatnának az Al Jazeera-ra, a BBC-re vagy bármilyen amerikai hírcsatornára, hogy információkat szerezzenek, ha igazán akarnának. De nem teszik. Nem. Az emberek meggyőzik magukat, hogy mi az, amiben hinniük kell. Ha tetszik nekik valami, átküldik a barátjuknak, megjegyzést fűznek hozzá, hogy ezzel is tovább erősítsék a saját meggyőződésüket. Ha valamilyen irányban manipulálni akarsz embereket, elég valamit posztolni a Facebookra, vagy írni egy bejegyzést egy blogra. A lényeg, hogy rájátsz a célközönség hangulatára és vágyaira. Onnantól kezdve ők fogják a véleményedet hangoztatni, és ők fognak érvelni amellett mások felé. Pretkiniszt rengeteg tárgyalásra is hívják szakértőként olyan gazdasági csalási ügyekben, amelyekben a fogyasztókat a jóhiszeműségükkel visszaélve manipulálják és használják ki. Több száz olyan hanganyagot elemeztünk, amelyeken éppen behálóz valakit egy-egy csalással vádolt bűnöző. Azzal győzik meg az embereket, hogy gyorsan megtérülő lehetőséget kínálnak. Itt ez a remek befektetési ajánlat, akár 20-30-40%-os haszon várható, és az emberek már be is kapták a horgot. Minden, ami ezután következik, az egy illúzió eladásáról szól. Elmondják, hogy mindenki más is megköti az üzletet. Ez a konformitásra játszó eszköz. Elmondják, hogy egyetlen napod van erre a befektetésre. Ez egy ritka ajánlat, érzésére játszó eszköz. Hangsúlyozva, hogy nem mindenki kaphatja meg ezt a lehetőséget. Elmondják, hogy Bill Gates is részese a befektetésnek, hogy minden nagyobb befektető benne van. Ez az elismert emberek a hatalom befolyásával manipuláló eszköz. A csalások egyik érdekes jellegzetessége, hogy az elköteleződés csapdájára épít. Az efféle bűncselekménybe ugyanis többnyire apró lépésenként sodornak bele. Az egész csak egy kisebb befektetéssel indul. Az egyik bűnözőnek például ez volt a szlogenje. Csak annyit kérek, hogy bebizonyíthassam, hogy megérdemlem a bizalmát, hogy megmutathassam, hogy mire vagyok képes a pénzével. Az ember ilyenkor ad egy kis összeget, és már is elköteleződik ezzel. Onnantól kezdve teljesen megváltozik a gondolkodása. Hiszen abban a pillanatban, ahogy átadja a pénzt, meg kell magának magyaráznia, hogy miért adta oda. A legegyszerűbb válasz az, hogy azért, mert ez egy jó üzlet, jól döntöttem. És hogyan tudja igazolni, bizonyítani magának, hogy jó döntést hozott? Hogy még több pénzt ad? Hogy még többet vásárol? Bár a hatás, a meggyőzés, a befolyásolás és a manipuláció szavakat sokszor szinonimaként használják, ezeknek a szavaknak az érzelmi töltése mégis egészen más. De valójában hol húzódik a határ a meggyőzés és a manipuláció között? És ezek esetében feltétlenül csak a klasszikus esetekre kell asszociálnunk, amikor egy gyártó, egy politikus vagy egy hitszónak akar befolyásolni minket előre becsomagolt üzenetével. Az emberek manipulálják egymást a mindennapi életben? Abszolút, hát hogy ne? Mert valami olyasmit említett, hogy már azzal is manipuláljuk egymást, hogy kiteszünk egy fotót a Facebookra. Tényleg ez is manipuláció? Tudja, ez egy érdekes kérdés. Mindenekelőtt azt hadd mondjam el, hogy én nagy híve vagyok a meggyőzésnek. Tudja, Winston Churchillnek van az a híres mondása, hogy a demokrácia a kormányzás legrosszabb formája, leszámítva azokat, amiket már kipróbáltunk. Ugyanez a helyzet a meggyőzéssel is. A döntéshozatal legrosszabb formája, egészen addig, amíg nem ismerjük az összes többit. Ez van, így hozunk döntéseket, így jutunk közös elhatározásra, hogy hogyan haladjunk tovább. Eliot Aronsonnal és másokkal folytatott kutatások során pontosan ezeket a kérdéseket vizsgáltam, hogy hogyan is zajlik ez a folyamat. Hogy mi is a manipuláció, és hogy hogyan érthetjük meg leginkább a mechanizmusait. Egy vita során mindenki a saját álláspontját szeretné érvényesíteni, de egy igazán jó meggyőzési folyamatban mindkét oldal érvei a felszínre kerülnek. Tehát, ha egy kívülálló hallgatja a beszélgetést, a végére átlátja a főbb érveket, pontokat.
Ha manipulálok és azt akarom, hogy a másik fél velem értsen egyet, akkor a meggyőzés ezen útján is felszínre jöhetnek különböző érvek, és szerencsés esetben ez is elvezethet egy jó vagy nem annyira rossz megoldáshoz. Akkor van bökkenő, amikor érveknek, beszélgetéseknek, vitának esélye sincs. Amikor mondjuk a korábban említett öncenzúra irányít. Amikor előtoppan valaki, aki tudja, hogyan gondolkodunk, mik a vágyaink, és tudja, hogy mindezzel hogyan befolyásolhat bennünket. Ekkor kerülünk bajba. Ez az a pont, amikor a meggyőzésből megvezetés lesz? Nagyon nagy az esély, hogy ez esetben ilyen irányba haladjanak a dolgok. Hogyan tudunk akkor különbséget tenni a között, amikor egyszerűen meggyőzni szeretnének bennünket, vagy pedig megvezetnek minket? Nehéz észrevenni. Ezt tisztázzuk már a legelején. Mert ha manipulálni akarom önt, akkor nem fogja észrevenni, hogy mi zajlik, mármintha igazán jól csinálom. Mivel pontosan azt fogom mondani, amit hallani szeretné, és közben azon mesterkedem, amit én akarok magától. Ön meg közben azt gondolja, na hát, micsoda remek fickó, és milyen jól beszél, milyen elbűvölő, és ettől olyan nehéz. Azt azért megteheti, hogy tüzetesen felülvizsgálja és figyeli az érzéseit és a gondolkodását. Akkor is, amikor tévét néz, vagy a híreket hallgatja. Figyelje meg, amikor azt veszi észre, hogy az érzelmei hirtelen megváltoznak, mondjuk egy átlagos napon ezek hatására egyszer csak mérges lesz, vagy a könnyeivel küzd, lépjen egy lépést hátra és gondolkozzon el. Vajon miért érzek így? Miért van hirtelen sírhatnékom? Mitől lettem mérges? Van ennek valójában alapja? Mert rengeteg olyan dolog van a világban, amitől mérgesek lehetünk. De az is lehet, hogy csak játszanak az érzelmeinkkel, hogy rájátszanak azokra. Ilyenkor kell egy lépést hátra tenni, és megpróbálni kikerülni az adott helyzetet, kikerülni a manipuláció hatása alól. Ezeket a dolgokat lehet gyakorolni. Az is jó módszer, hogy amikor valami az ön számára hiteles, valamit maximálisan elhisz, akkor menjen és derítse ki, hogy mások miért nem hisznek benne. Szálljon egy kis időt arra, hogy más nézőpontokat is megismerjen. A manipuláció számomra egy nem létező valóság megteremtését jelenti. A befolyásolás azonban, ha etikus módon történik, akkor arról szól, hogy az embereket nem hamis, megalapozatlan vagy kreált, hanem valós információkkal látják el, és ezáltal lehetőséget adnak arra, hogy hiteles döntést hozhassanak. Robert Cialdini szociálpszichológus a hatékony befolyás általa megfogalmazott 6 alapelvével robbant be a köztudatba. Évtizedek óta kutatja a hatás, a meggyőzés titkait, amit szerinte pozitív célokra is fel lehet használni. Ezért fontos különbséget tenni a meggyőzés és a manipuláció között. Ha valakit egy jó cél érdekében hálóznak be, az ugyanúgy etikátlan. Ha mondjuk egy jótékonysági szervezet hazudik arról, hogy hány gyereknek segít csak azért, hogy az emberek adakozzanak, én azt ugyanúgy problematikusnak tartom. Számomra tehát nem a cél határozza meg, hogy maga a meggyőzés az etikus vagy sem, hanem az, hogy az üzenet az igaz-e vagy hazugság. Cialdini szerint a hatékony meggyőzés nem csupán a megfelelő üzenetben rejlik. Sokkal több múlhat azon, hogy tudjuk, kinek szánjuk az üzenetünket, és ehhez képest azt hogyan kell prezentálnunk, tálalnunk. Mondhatjuk, hogy a befolyásolás lényege tulajdonképpen az, hogy tudjunk olvasni az általunk meggyőzni kívánt emberek gondolataiban, hogy fel tudjuk térképezni az elképzeléseiket? Pontosan így van. Meg kell értenünk a célközönségünket ahhoz, hogy eligazodjunk a gondolkodásmódjukban, és tudjuk, hogy milyen formában készek az információt befogadni. Érdekes, hogy azt mondja, hogy a befolyásolhatóság nagyban a befogadótól függ. Hiszen ön meghatározta 6 alapelvét is a hatékony meggyőzésnek. Márpedig számomra ez azt sugallja, hogy van néhány alapelv, ami mindenki esetében nagyjából ugyanúgy működik. Szóval hogyan lehet az, hogy a meggyőzés receptjéről és 6 alapelvről beszélünk, miközben a befolyásolás tulajdonképpen mindig azon múlik, hogy épp kivel beszélünk? Nos, ezért nagyszerű
hogy 6 alapelv van, tehát nem ugyanazt kell érvényesíteni mindenkire. A körülmények függvényében is változhat, hogy éppen melyik alapelv passzol leginkább a helyzethez és a személyhez, akivel dolgunk van. Egy ilyen környezetben, amiben mi vagyunk éppen, biztosan nem kezdenék bele egy logikus, megfontolt, részletes érvelésbe. Ehelyett impulzív meggyőzésre törekednék, az illető érzelmeire próbálnék hatni, nem az agyára. Mert egy ilyen környezetben nagyon nehéz logikusan mérlegelni egy ajánlatot. Az is számít, hogy egyedül vagyok-e éppen, amikor próbál valamiről meggyőzni, vagy pedig vannak körülöttem mások is, akik hallják, amit mond? Természetesen. A befolyásolás egyik alapelve a társadalmi bizonyíték. Eszerint, ha több ember csinál valamit, akkor valószínűbb, hogy mi is bekapcsolódunk. Olvastam egy tanulmányt, ami Pekingben készült, ami köztudottan egy nagyon nyüzsgő, zsúfolt város. Ebben a városban az egyik étterem tulajdonosának sikerült jelentős mértékben növelnie egyes ételek fogyasztását az étlapról azáltal, hogy egyetlen apró dolgot tett, egy teljesen őszinte dolgot. Egyes tételek mellett egyszerűen feltüntette, hogy ez az egyik legnépszerűbb ételünk. Ezáltal a megjelölt fogásokat majdnem 20%-kal többen rendelték. Mindössze annak köszönhetően, hogy tájékoztatta az embereket, hogy a többiek úgy gondolták, ez az étel jó választás. A fogyasztók meggyőzése, befolyásolása, akár ilyen apróságnak tűnő fogásokkal, dollárszázezreket is jelenthet egy-egy termék értékesítése során. Nem véletlen, hogy a reklámszakembereknek a szociálpszichológusokhoz hasonlóan tökéletesen ismerniük kell a hatás titkait. Geszti Péter, akit szöveggyártó kisiparosként is szoktak emlegetni, több szakmában is bizonyította, hogyan lehet a legmegfelelőbb szavakkal, csattanós szöveggel hatást elérni, legyen szó dalszövegekről, televíziós műsorokról, vagy éppen reklámokról. Mikor voltál utoljára olyan helyzetben, hogy rádöbbentél, hogy manipulálva vagy valami, valaki által? Hát ez a nap bármely percében előfordult az emberrel, és erről egyszerűen jobb, ha tudsz, hogy manipulálva vagy. Nem tudod kikerülni, már csak azért sem, mert amilyen ásványvizeket ide raksz az asztalra, vagy amilyen ruhát fölvettél, az mind-mind manipulációk eredménye. Ezek egy részét iparvállalatok, kereskedelmi hálózatok követik el, más részét a média, és a legnagyobb részét talán az ismerőseid. Az is manipuláció, hogy egy-egy körben, akár személyesen, akár a Facebookon, az emberek véleményt alkotnak valamiről, és kialakul ez a fajta, hogy mondjam, közös véleményekből kiszedett bölcsesség, vagy fogyasztási szokás, de mondjuk ki, hát ez az óvodában is így van már, tehát vagy az iskolában is így van a gyerekekkel, ugye, hogy próbálunk úgy helyezkedni, hogy ha lehet, akkor ne a szélére kerüljünk, a perifériájára kerüljünk egy csoportnak, hanem a közepére, és valahogy úgy haladjunk azokkal, akikről a közös vélemény alkotások során azt gondoljuk, hogy az a menő. Oda szeretnénk tartozni mindannyian. A Facebook és az internet ezt tulajdonképpen csak kiviszi egy virtuális térbe. Ugyanakkor te a másik oldalon is ott vagy, tehát pontosan tudod azokat az eszközöket, amikkel lehet manipulálni. Talán egy picit azért tudatosabban élsz és létezel és fogyasztasz ebben a világban ezért? Engem nehezebb átverni akkor, hogyha akarom. De valamikor az ember kikapcsolja magában ezt a fajta gyanakvását, hát ugye pont a Rábeszélőgép című könyv ír arról, hogy hány olyan technika van, amit ugye rendszeresen elkövetünk mi kommunikációval foglalkozó szakemberek, hogy kikapcsoljuk az emberekben ezt a riasztó rendszert. Tehát amikor megjelenik egy édes baba egy filmben, amikor marha jó zenét hallasz, amikor megjelenik egy gyönyörű nő, amikor egy dal elviszi a figyelmedet, ezek mind-mind kikapcsolják a víjogó vészvilogot, hogy vigyázz, vigyázz, valamit rád akarnak beszélni, ugye? Mert mit miért? Mert jól érzed magad tőle. Van egy nagyon szellemes mondás, nem tudom kié, hogy arra nem szoktunk emlékezni, hogy mit mondtak nekünk, de arra emlékszünk, hogy mit éreztünk, amikor mondtak nekünk valamit. És ugye minden rábeszélés, minden manipuláció, minden erre akar hatni, hogy amikor érzel valamit, az nagyon mélyre beül, és azt hívja elő belőled tulajdonképpen. És te tulajdonképpen ezt alkalmazod, amikor te
reklámokat találsz ki? Igen, én nekem az a mániám, hogy egy reklámnak kell, hogy legyen egy olyan érzelmi frekvenciája, ami megszólítja az embert, amitől ráadásul be is vésődik az az üzenet. Tehát újra terítéken az érzelmek. A meggyőzés titkait ismerő szakemberek pontosan tudják, hogy milyen termék értékesítéséhez milyen érzelmeket kell kelteni a különböző célcsoportokban. És ami receptszerűen működik a reklámiparban, az ugyanígy működik az élet más területein is. Gond csak akkor van, ha egyrészt a már említett félelemkeltés lesz a befolyásolás érzelmi eszköze, másrészt ha a meggyőzés átcsap propagandába, amely egy jól kidolgozott, a valós céllal kapcsolatban félrevezető, kevésbé nyomon követhető eszközökkel manipuláló formája a meggyőzésnek. A propaganda lényege az, hogy az emberek egészen egyszerű gondolatait veszi célba, azokat manipulálja, majd az ehhez kapcsolódó érzelmeket is befolyásolja. Egészen alapvető meggyőződésekre akar hatással lenni. Úgy lehet valakit a legkönnyebben manipulálni, ha a befolyásoló előbb félelmet vagy haragot kelt az illetőben, aztán pedig hősként állítja be magát, aki képes a másikat kimenteni ebből a félelemmel és dühvelteli állapotból. Erre a mintára épül az egész. Vegyük például Adolf Hitlert. Kihasználta a rossz gazdasági helyzetet. Bűnbakokat jelölt meg, baloldaliakat, egyetemi tanárokat, zsidókat, majd önmagát hősnek állította be. Ez az emberek manipulálásának a tökéletes képlete. Ha a politikára vetítjük ki, mindez teljesen világos. De hogyan lehet ezt lefordítani a társadalomban zajló szintekre, ahol az emberek egymást manipulálják? Ott is fontos észben tartani azokat az alapvető szabályokat, minthogy próbáld kívülállóként látni ezeket a helyzeteket. Azonosítsd be, hogy mit érzel, kérdezd meg magadtól, hogy miért érzel úgy, ahogy. Ez nem csupán a hírek nézése kapcsán fontos. Az ilyenkor érzett öröm is lehet a manipuláció jele? Hát hogyne. Akkor az egészben ez a rossz hír. De tényleg így van. Ez tapasztalható például a kultikus befolyásolásnál. Amikor valaki egy csoportot próbál feltüzelni valami fantazmagóriával, például, hogy képes megteremteni a világbékét, vagy jogiként a föld felett lebegni. A titkos szekták világa mindig is borzolta a kedélyeket, ugyanakkor izgatta is az emberek fantáziáját. Sokan úgy képzelik, hogy a szektavezetőknek speciális képességeik vannak az agymosásra, a követők pedig szinte transzszerű állapotban követik a parancsokat. Ezek az elképzelések egy-egy nagyobb tragédia kapcsán még inkább megerősödtek, hiszen épésszel szinte felfoghatatlan, hogyan képes egyetlen ember, mint például a 70-es évek végén egy Jim Jones nevű tiszteletes, több mint 900 hívét rávenni egy apró latin-amerikai ország dzsungelében, hogy tömeges öngyilkosságot kövessenek el. Pratkanis rábeszélőgép című könyvében azonban tudományosan is megragadható folyamatként írja le a szektavezérek 7 parancsolatát, szinte képletszerűen ábrázolva, hogy milyen pszichológiai és egyéb eszközökkel képes egy átlagos ember is, akár egy egész közösséget szép lassan a befolyása alá vonni és irányítani. A hatékony meggyőzés egyébként az élet szinte bármilyen területén 6 pofon egyszerű pszichológiai alapelven működik, legalábbis Robert Cialdini szerint, aki éveket töltött azzal, hogy szinte kémekhez hasonló módon épült be olyan üzletkötőkhöz, porszívó ügynökökhöz, reklámügynökségekhez, adománygyűjtő szervezetekhez, amelyek abból élnek, hogy pozitív döntéseket csikarjanak ki az emberekből. Megtanultam, hogyan kell autót vagy biztosítást eladni. Elsajátítottam, hogyan kell támogatókat toborozni, és pénzt szerezni jótékonysági célokra. Eközben mindvégig azt kutattam, hogy a módszereikben mi az, ami közös. Mi az, amit az összes érintett munkakörben sikeresen alkalmaznak, hogy megnyerjék, meggyőzzék az embereket. És vajon ezekben a szakmákban tanulmányokból vesznek ötleteket, hogy hatékonyan meggyőzzék az embereket? Vagy pusztán a kreativitásukra hagyatkoznak? Azt láttam, hogy sohasem könyvből tanulták a módszereket. Ezekről a technikákról nem valahol olvastak, hanem a saját tapasztalataik által tanulták meg azokat. És számomra nagyon érdekes volt, hogy ugyanazok a dolgok jöttek felszínre az összes szakmai területen. Mindössze 6 ilyen alapelvet számoltam össze.
hogy milyen közös alapelveket talált a meggyőzési taktikáikban. A kölcsönösség elvét, a tekintély elvét, a társadalmi bizonyíték elvét, a hiány elvét, a vonzalom elvét és a következetesség elvét. Az emberek igent mondanak annak, akitől már kaptak valamit. Az emberek igent mondanak annak, aki jól informált és szakértő valamilyen területen. Az emberek igent mondanak azokra az elképzelésekre, amelyekhez sokan mások már korábban csatlakoztak. Az emberek igent mondanak a ritka ajánlatokra, amelyek nehezen és nem mindenki számára megszerezhetőek. Az emberek igent mondanak azoknak, akiket kedvelnek, és végül igent mondanak akkor, ha ezáltal következetesek maradnak egy korábbi tettükkel vagy kijelentésükkel kapcsolatban. Ez az utolsó pont kapcsolódik a kognitív diszonanciához. Igen, az utolsó pont erről szól. Az emberek nem akarnak magukkal ellentmondásba keveredni. Fontos, hogy amit mondanak, az összhangban legyen azzal, ahogyan cselekszenek. Ezért, ha valakit rá tudok venni, hogy tegyen egy apró lépést egy bizonyos irányba, attól kezdve sokkal nagyobb az esélye, hogy igent mond egy olyan második kérésre, ami egybecseng azzal az első apró lépéssel. Tudna erre egy gyakorlati példát mondani? Vegyük az étterem tulajdonosok egyik problémáját. Gyakran előfordul, hogy emberek oda telefonálnak, lefoglalják az asztalt, majd mégsem jönnek el. Amerikában no-show-nak hívjuk ezt a jelenséget. Van egy férfi Chicagóban, aki nyitott egy Gordon's nevű éttermet. És neki sikerült jelentősen lecsökkenteni a meg nem jelenők számát az éttermében, mindössze azzal, hogy a recepcióst megkérte, változtasson meg két szót, amikor telefonon felvesz egy foglalást. A recepciós eredetileg ezt mondta. Köszönjük, hogy a Gordon's éttermet hívta. Kérem, hívjon, ha szeretné módosítani, vagy lemondani a foglalását. Ezt valószínűleg ön is rengetegszer hallotta. No de Gordon, aki maga is tanult a társadalmi befolyásolásról, arra kérte a recepcióst, hogy ahelyett, hogy azt mondaná, hogy kérem, hívjon, ha módosítaná, vagy lemondaná a foglalását, mondja inkább, hogy megtenné, kérem, hogy hív, ha módosítaná, vagy lemondaná a foglalását. Erre persze mindenki azt válaszolta, hogy természetesen. A nem megjelenők aránya pedig 30%-ról 10%-ra csökkent ebben az étteremben. Mindössze azért, mert az emberek elkötelezték magukat. A válasszal megtettek egy kis lépést, utána pedig következetesek maradtak ehhez. Van egy cég, amelyik többek között szappanokat árul Töplázában is Magyarországon. A képviselői odalépnek az emberhez, amikor elsétál a bolt mellett, és ajándékba adnak egy kis darab szappant. Amint valaki elveszi az ajándékot, az illető egyből elkezd ajánlani egy másik terméket. Tulajdonképpen ilyenkor is ugyanez történik, hogy az ember a következetesség elve miatt érzi úgy, hogy végig kell hallgatni az eladót, és be kell menni az üzletbe, ha már elfogadta az ajándékot. Így van. De nem az elköteleződés és következetesség elve, hanem a kölcsönösség elve miatt. Ami szerint, ha kapunk valakitől valamit, úgy érezzük, hogy azt viszonoznunk kell. Ez az elv az emberiség minden társadalmában működik. Ha ön meghív engem egy buliba, nekem is illik visszahívnom egy másikba. Ha ajándékkal köszönt fel a szülinapomon, nekem is illik majd ugyanezt tennem az ön szülinapján. Ezért van az is, hogy sok bevásárlóközpontban termékmintákat adnak a vásárlóknak. Mert ilyenkor sokkal több fogy a termékből. Kutatások támasztják alá, hogy ilyenkor az emberek sokkal többet vásárolnak a termékből, mert ők is kaptak valamit. De tényleg ennyire egyszerűen működnénk, ennyire kiszámíthatóak a cselekedeteink, hogy vissza lehet vezetni a reakcióinkat 6 egyetemes elvre? Hiszen az emberek lejjebb rangsorolják az állatokat, amiért azok kiszámítható automatikus válaszreakciót adnak bizonyos feltételek fennállása esetén. Gyakran mi is ilyenek vagyunk. Gyakran automatikusak a válaszaink, aminek az egyik oka az, hogy egy olyan információval túlterhelt, ingerekkel túlzsúfolt környezetet építettünk magunk köré, hogy egyszerűen nincs időnk átfogóan gondolkodni minden egyes döntésünk előtt. Sokszor automatikusan kell reagálnunk.
különben nem jutunk el a cselekvésig. Lefagyunk, méricskérünk, számolgatunk, hogy mi is legyen most. Közben a cselekvés ideje elszágult mellettünk. Ezért gyakran a rövidebb utat kell választanunk. Ez a hat elv azért lett favorizált, mert ezek többnyire jó irányba terelnek bennünket. Általában jó döntés viszont adni valamit azoknak, akiktől kapunk valamit. És észszerű megragadni a ritka alkalmakat, megfogadni a képzett emberek tanácsát, és így tovább. Ezért alkalmazzák ezeket az elveket azok is, akiknek a meggyőzés a szakmájuk. Hisz mi is ezeket használjuk, amikor azt mérlegeljük, hogy igent mondjunk-e. Minden kultúrában működnek ezek az elvek? Minden kultúrában működnek, de nem azonos mértékben. Egyes kultúrákban bizonyos elvek erőteljesebben érvényesülnek, mint a másikban. Hogy a meggyőzés egy-egy útja mennyire hatásos, az nem csupán az adott kultúrától függ, hanem egy-egy országon belül is megváltozhat néhány évtized, sőt akár néhány év alatt is. A 90-es években rengeteg olyan hirdetést készítettünk, ami olyan akart lenni, mint egy nyugat-európai világ. Úgy választottuk ki a szereplőket, úgy fényeltük a filmet, úgy vágtuk a filmet, mint az akkori legmenőbb hirdetésekben, videoklippekben vagy tévéműsorokban. Olyan társadalmi közeget mutattunk meg, olyan minőséget próbáltunk sugallni, ami mindig jóval magasabban volt, mint az akkori átlag élet. Ez ma nem így van. Én ma mindig azt mondom, hogy nem szabad olyan hirdetést készíteni, ami provokálja az embereket az ilyen típusú élet sugallatával. Jó példa erre az egyik apró hirdetési portálnak készített reklámfilm, ahol kifejezetten valós, hétköznapi helyszínekre, életérzésre törekedtek. De látod, az összes helyszín valódi helyszín. Nincs stúdió, nincs csodálatos bevilágítás, nincs szépre fényelése a filmnek, hanem valódi emberek, sőt, igazából humor van benne mindenhol. Mindenhol ezt a picit magyar valóságot tükrözi. Pontosan. Egy kicsit szoció. Lakótelep, egy kicsit szoció. A falu és a kórház. Majdnem olyan, mint egy doksi film. Még olyan sem. Mert a te filmje egy szebben van a fotózva direkt, mint ez. Mi erre figyeltünk. Mert azt mondtuk, hogy ennek a márkának mindig ilyen keretekbe kell megjelennie, mert az ilyen emberek élete ilyen helyeken játszódik. Maga a kisfigura az meg azért nagyon, hát hogy mondjam, csak ellenállhatatlan, mert egy olyan szemétfogás van benne, amit egyébként minden animációs filmkészítő használ, hogy a kis hősöknek mindig gyerektestük van. Pici test, nagy fej, azon nagy szem, mert ugye a nagy szemek azok mutatják jól az érzelmeket, a kis szem az mindig az összehúzott szem, az mindig sunyiságot sugal, legalábbis a pszichológiai kutatások szerint. Ráadásul egy popstárként, egy punk popstárként jelenik meg gyakorlatilag mindenhol, és összehozza az embereket. Minden jelentése, minden megjelenése pozitív tartalmakat hoz. Egy másik reklámban olyan jól sikerült eltalálni a hangulatot és a karaktereket, hogy ez önmagában is sokat lendített az egyik biztosító cég imidzsén. Amire nagyon figyeltünk, az az volt, hogy valódi embereket kerestünk a szereplőknek, és az azért nagyon fontos, mint hogy a helyszínekben is azt mondtam, hogy nem akarok stúdióban épített díszletek között forgatni, mert azon úgyis mindig látszik, hogy az a reklámszagú, hanem ahogy a televíziók is hozzászoktattak minket ahhoz, amire aztán az internet is, hogy minden a realitásban, a valóságban történik, a reality show-k is megtanították nekünk azt, hogy mi a teremtett valóság és mi a valódi valóság. Valódi embereket valódi helyszíneken akartam megmutatni, mert tudtam, hogy ennek a hirdetésnek, ennek a filmnek a hitelessége az a részleteiben lesz, és hogyha azt fogják érezni az emberek, akiknek szól, hogy ez egy kamu világ, akkor semmilyen eredményt nem fogunk elérni, hiába fognak szép emberek szerepelni benne, hiába lesz szépen bevilágítva a film, vagy például az, hogy egy kerekesszékes rácot bele tudtam rakni ebbe a hirdetésbe, az egy nagyon ritka dolog, ugyanis a semmilyen fogyatékkal élőt, semmilyen rasszjegyhez kapcsolódó szereplőt nem szoktak beengedni a nagy váltók, a nagy márkák a hirdetéseikbe, mert félnek, hogy megosztják az embereket, a befogadókat. Olyan példát is tudnál mondani, amikor viszont megbukott egy ötlet, és aztán rájöttetek, hogy mi volt az a pont, ami miatt nem működött? Nagyon sok mindenem múlik, ugye tényleg az ördög a részletekben van. És sokszor egy blikfangosnak tűnő hirdetésről kiderül, hogy egyáltalán nem ad el semmit. Vagy például, hogy rosszul választasz meg egy szereplőt. Tehát volt olyan hirdetésem,
ez nem mostani történet, és ezt nem magam mentegetése miatt mondom, hanem ez a pályám elején volt, amikor egy banknak készítettünk egy hirdetést, ami egy image jellegű spot volt. Tulajdonképpen a bank logójának betűit raktuk ki valamilyen formában, és abban egy szép, fiatal, sportoló férfi szerepelt. És akkor elkészült a film, mi azt gondoltuk, hogy fú, egy tiszta Amerika, nagyon jól megcsináltuk, gyönyörű. Kiderült a hirdetés, hogy még bírták is volna az emberek, de a nők szerint az a pasi, akit mi kiválasztottunk, az gusztustalan, az ronda, az elviselhetetlen, ezért elutasították a hirdetést. Sose gondoltuk volna, ugye innentől kezdve mindig hívtam pár lányt, amikor férfit kellett castingolni, nehogy elszúrjuk ezt. Bizonyos termékek esetében tehát döntő, hogy a megcélzott fogyasztók azonosulni tudjanak a reklám üzenetével, és az a hitelességet, a realitást sugározza. Ugyanakkor szinte minden esetben fontos, hogy a reklám egy olyan életérzést is közvetítsen, amelynek pozitív üzenete van, amely bizonyos vágyakat is megfogalmaz. A termék egyfajta személyiséget kap. Például egy örök klasszikus reklám az egyik cigaretta macsó férfi alakja. Minden országban működik, Nagy-Britannia kivételével. Mi lehet vajon a titka? Egyszerű az indok. Szívom ezt a macsó cigarettát, tehát én is egy macsó vagyok. Mindig illúziókat csomagolunk. Valamit olyasmiről beszélünk, amiről azt gondoljuk, hogy a másik szeretné hallani. Tulajdonképpen érzéseket postázunk, és az összes befolyásolási kísérlet erről szól. Tök őszintén, ha te kötsz egy szerződést egy biztosítási alkusszal, azon túl, hogy azt gondolod, hogy majd neked ez jó lesz valamiért, fogalmad sincs, hogy mi fog történni azzal a pénzzel, amire te aláírtad azt a szerződést. Ha beülsz az autódba, fogalmad sincs róla, hogy abban az autóban mi van. Te megvettél egy illúziót, megvettél egy érzést, megvettél egy társadalmi státuszt, megvettél egy fogyasztási szintet, valamit elmondtál magadról, és valamilyen, hogy mondjam, szükségedet ez kielégíti. De tulajdonképpen fogalmad nincs róla, hogy igazából mit veszel meg. Minden befolyásolás erre törekszik. Te magad is azt mondtad, hogy naponta 1000 impulzus ér, hírek, reklámok, tudom én, posztok, stb. Ebben kell megtalálni a helyét egy márkának, és ez egy teljesen más játék, mint korábban volt. Összeolvadt ugyanis teljesen a szórakoztató tartalom, a hírtartalom és a reklámtartalom. Ezt ma egyszerre fogyasztjuk, és nem teszünk köztük igazán különbséget. Ennek az összeolvadásnak a következményeként az emberek többségének sokkal nehezebb eligazodnia a tartalom és a forrás hitelességét illetően. Így ráadásul sokkal észrevétlenebbül tudnak befolyásolni minket a különböző tartalmakkal. Sokszor pont akkor, amikor úgy gondoljuk, hogy az egésznek nem is tulajdonítunk nagy jelentőséget. Sok esetben fel sem figyelünk a kereskedelmi szférából érkező befolyásolási kísérletekre. Ha nem érint bennünket, nem tartjuk fontosnak. Az emberek sokáig azt gondolták, hogy ami nem tűnik számukra meggyőzőnek, azzal nem is érdemes túl sokat foglalkozni, úgy sincs ránk hatással. De az az igazság, hogy a befolyásolás épp akkor hat ránk, amikor nem gondolkodunk. Amikor felszínes a figyelmünk valamivel kapcsolatban, akkor hatásos a meggyőzés mellékútja. Ilyenkor a befolyásolhatóság mértéke nem a hagyományos értelemben vett jó meggyőzési taktikákon múlik, mint az üzenet, vagy az érvek pontossága. A mellékúton a hatást egyszerű dolgok, apró sugallatok befolyásolják. Például, ha egy sportoló ezt ajánlja, akkor az biztos nagyon jó. Vagy ha egy csinos nő vagy férfi próbál meggyőzni, akkor jobban hiszünk neki. Ezek így hatnak sokszor. Ugyanakkor a meggyőzés mellékútján sok információ szivárog be a tudatunkba a reklámok és a tömegkommunikációs eszközök által. Hatással van a fejünkben megszülető gondolatokra és arra, hogy hogyan látjuk a világot. Főleg, ha valamit rengetegszer hallunk újra és újra. Amerikában például rengeteg bűnügyi műsor van a tévében, és az emberek állandóan ezt hallják, ezt látják, a hírekben is ez megy fő műsoridőben, ami miatt az az érzésük, hogy a bűnözés vált az amerikai lakosság legnagyobb problémájává. Bár a bűncselekmények aránya és az áldozatok száma egyre csökken, az emberek többsége ezt nem így érzékeli, mert a tévéből más sem hallanak. És ez befolyásolja őket azzal kapcsolatban, hogy szerintük mi is zajlik a valóságban. Pontosan mi a különbség a meggyőzés fő és mellékútja között? A mellékút esetében nem gondolkodunk túl sokat. A meggyőzés fő útja esetén annál inkább. Ezt a következőképpen tanítom az osztályomban.
Kirakok egy csomó gabonapehes dobozt, és megkérdezem a diákoktól, hogy melyik a legtáplálóbb termék az asztalon. Van köztük egy Lucky Charms nevű gyerekeknek szánt gabonapehely, tele májva cukor darabokkal, és van köztük egy úgymond természetes gabonapehely is. Szóval megkérdezem, hogy melyik a legtáplálóbb. Mindenki rávágja, hogy a természetes alapú, hisz ami természetes, az a jó, az a tuti. Na pont az ilyen dolgok hatnak a meggyőzés mellékútján, amelyek hatására aztán egyszerű támpontok alapján viszonylag kevés gondolkodás után hozunk döntéseket. Például arról, hogy biztos a természetes gabonapehely, ami ráadásul szép zöld dobozban van és jó nehéz, és rajta áll nagybetűkkel, hogy természetes, szóval, hogy az csak jó lehet, biztos az a tápláló. A gyerek műzliben viszont májva cukor, meg mindenféle cukormázas darabka van. A gyerekek amúgy is csupa vackot esznek, akkor biztosan ez sem jó. Ezeket sem logikusan, hanem a meggyőzés mellékútján járva gondoljuk. Ha az ember ilyenkor valóban tudatosan átgondolná mindezt, akkor mit csinálna? Hát elolvasná a címkét. Elolvasná a vásárlói véleményeket, vagy néhány értékelést ezekről a termékekről. És aztán elgondolkodna azon, hogy mi is áll azokban az értékelésekben. És ha valaki ezt az utat választja, akkor merőben más eredményt kap arról, hogy melyik is a táplálóbb gabonapehely. Akkor kiderül, hogy a gyerek gabonapehely sokkal jobb választás, mint a 100%-os természetes gabonapehely. Hogy miért? A cukortartalmuk nagyjából megegyezik. A cukor nem okoz azonnali egészségkárosodást, idővel persze cukorbetegséghez vezethet. De a természetes pehelyek mind tartalmaznak kókuszolajat. És tele vannak zsírral. Olyan, mintha egy nagy adag sertésbordát ennénk meg minden reggel. Rengeteg zsírt tartalmaznak. Tehát, ha a meggyőzés fő útján a befogadó elmélyül az információkban, akkor teljesen más eredményre jut. A meggyőzés mellékútján egyébként szoktak még egy nagyon hatásos eszközzel operálni, az árra. Ha van két üveg bor, az egyik $40-ba kerül, a másik pedig 9-be, vajon melyik a jobb bor? A $40-osnak kell a jobbnak lennie. Ez például egy olyan tényező, amire rendszeresen támaszkodnak az emberek. Elhiszik, hogy az a jobb bor, és azt veszik meg. És persze, ha már egyszer az ember annyi pénzt elköltött arra a borra, még ha nem is ízlik, igen, neki, nem fogja beismerni. Magát. Van egy ismerősöm, aki egy nagy vállalatot vezet, és azt szokta nekem mondani, hogy Péterkém, hozzám az emberek nem autót jönnek vásárolni, hanem kedvezményt. Olvastuk éveken keresztül, hogy mondjuk a Harrods vagy a Marks & Spencer Londonban megkérdezte, hogy ekkor van a leárazás, és az emberek 3 nappal előtte oda mennek sátrakkal, mert meg tudják venni azt, amit addig nem tudtak megvenni. Ráadásul az a fajta jó érzés, hogy valamit jó áron tudtam megvenni, jó deal csináltam, ez szinte mindenkinek a hétköznapjaiban egy örömet jelent, még a jól menő társadalmi rétegekben is. Bár az interneten ránk zúduló információk a meggyőzés mellékútjain sokszor úgy hatnak ránk, hogy ez nem is tudatosul bennünk, azért vannak a fogyasztó szempontjából pozitív oldala is a világháló megjelenésének. Az internet ugye megváltoztatta alapvetően a kommunikációs szabályokat, és az egyirányú utca helyett ez bizony egy kétirányú utca lett. Eddig csak a márkák üzengettek, meg a tévé üzengetett, meg a politikusok, de most vissza lehet szólni. Valóban azt mondják, hogy szinte külön hatalmi ággá nőtte ki magát az a tény, hogy a fogyasztók, azok most már blogot írhatnak, szinte olyan hatalmat kaptak a kezükben, mint maguk a reklámügynökségek, hiszen nagyon sokat számít mondjuk az, hogy mit ajánlanak egy blogon, vagy különböző fórumokon, hogyan értékelik a különböző produktumokat. Ez valós féleleme mondjuk egy nagy márkának, hogy erodálhatja a hírnevüket az, ha ilyen fórumokon valami negatív jelenik meg. Egyértelműen megváltoztatta ez a fajta jelenség a kommunikációt. Nem csak emiatt a kétirányú utca jelleg miatt, hanem azért, mert a közösségi médiákon való virális terjedése egy-egy hírnek, véleménynek, az sokszor legyőzi a megvásárolt médiafelületek nagyságát. A bloggerekre nagyon sokan szeretnének hatni. Vannak erre specializált tudások, virális ügynökségek, akik összeszedik a kulcsembereket, sőt, ma már vannak olyan algoritmusok, amelyeket árusítanak a piacon cégek, hogy hogyan lehet a kulcsembereket befolyásolni. A nagyvállalatok nem véletlenül próbálnak hatni a bloggerekre. Az internet, a szociális média ugyanis megsokszorozta a korábbi kommunikációs, befolyásolásra alkalmas eszközök erejét és hatékonyságát. Ami sajnos igaz akkor is, amikor másodpercek alatt lehet elterjeszteni pletykákat és rémhíreket. Lerombolni emberek, márkák, intézmények hitelességét,
vagy éppen létrehozni és valósként beállítani soha nem létező dolgokat, jelenségeket. De a negatív reklám is lehet jó reklám? A negatív reklám, jó reklám butaságát sokszor hallottam már, ez de facto nem igaz. A negatív reklám az azt jelenti, hogy említenek téged, hogy szóba kerülsz. De a hozzávezető és az onnan eljövő asszociációs utak, azok nagyon nem mindegy, hogy hova visznek el egy vásárlót, vagy hogy csatolja be őket egy márka körüli úgynevezett ilyen asszociációs mezőbe. A mai világban az emberek könnyen elérhetőek, az érzelmeik gyorsan kijátszhatók, jól meghatározható csoportok vannak, akik készek egymás meggyőzésére is bármiféle pletyka a rémhír hallatán. Manapság minden ilyen eszköz adott. Tudja, Hessna, szerintem ez a modernkori demokrácia egyik legfőbb kihívása. John Dewey, amerikai filozófus mondta, hogy minden generációnak újra fel kell fedeznie a demokráciát. Szóval a kérdés, hogy hogyan leszünk képesek megbirkózni azzal, hogy ennyire könnyedén lehet manipulálni az embereket a közösségi médiának, az internetnek és a televíziónak köszönhetően. Tehát a pletyka, a rémhír, a manipuláció egy nagyon hatékony formája? Abszolút. Ez pontosan így van. Hiszen még ha rá is jönnek az emberek, hogy az egészből semmi sem igaz, a kiváltott érzelmeket már nem lehet kitörölni, azok attól még bevésődnek. Először is nehéz rájönni, ha valami nem igaz. Mikorra kiderülhetne, már rég nem számít hírnek a dolog. Addigra az emberek többnyire már nem is foglalkoznak ezzel. De az érzelmek, a manipuláció addigra már nyomot hagyott. És amikor megtudjuk az igazságot, akkor sem fogunk ott ülni és azon gondolkodni, hogy na lám, anno hogyan manipuláltak engem. Igen, és amikor kiderül, hogy rémhír az egész, az ember azon sem fog töprengeni, hogy mennyire benne maradt akár egy érzés, vagy valamilyen félelem. De ugyanígy működik a társadalmon belül is. Nemrég történt egy hasonló eset. Egy magasrangú személyt, egy nemzetközi szervezet vezetőjét lemondásra kényszerítettek egy álhír miatt, ami 10 óra alatt bejárta a világot. Mire kiderült, hogy a vád nem igaz, a személy már lemondott, és nem volt visszaút. Így szokott történni. Ekkora hatással bírhat ez az egész. Azonnal magával rántotta őt ez a helyzet. És mit tehetett volna? Tulajdonképpen információs támadás érte. Ez tragikus az érintett személy számára, és tragikus a társadalom számára is, mert elveszített egy vezetőt és valakit, akinek a részvétele talán fontos volt az adott területen. De a legdrámaibb kérdés mégis az, hogy hogyan hozunk döntést egy ilyen helyzetben, egy demokráciában. Hogy hogyan dönthető el, hogy mit kell tenni. Hogy van az, hogy bár újra és újra megtörténik mindez körülöttünk, mi mégis mindig beleesünk ugyanazokba a manipulációs csapdákba? Miért nem tanulunk a példákból? Mi vezérli az emberi természetet, hogy rendre elkövetjük ugyanazokat a hibákat? Mert nem vagyunk tisztában azzal, hogyan működik a befolyásolás. Talán nem ismerjük fel, ha valaki irányít minket. És ami a legfontosabb, a félelmeink áthatják az életünket. És a félelmekre appellálva könnyű egy embert manipulálni. A felelősség tehát óriási mindenkin, aki munkájából vagy egyéb körülményből fakadóan befolyással bír mások véleményére. Riporterként számtalanszor érzem én is ennek a felelősségnek a súlyát, hogy az emberek véleményére akár egy-egy kérdéssel is hathatok, nem is beszélve a szerkesztésről, hogy a válaszokból mi kerül adásba. Sőt, az önöket ért hatást befolyásolhatja akár az is, hogy mi van a háttérben az interjú alany mögött, hogy milyen zene szól, és még meg annyi dolgot kell mérlegelnünk a stábban is egy-egy műsor elkészítése közben. A döntésekben számomra persze csak egy iránytű létezik. Minél őszintébben visszaadni azt, amit látok, hallok, és hogy olyan témákat mutassak be, amelyeknek hiszek a fontosságában és az értékében. Amikor például az ember hirdetéseket készít piaci szereplőknek, egy szolgáltatásról, egy termékről, akkor is szerintem gondolkodni kell a felelősségen. Én például soha cigarettának nem csináltam hirdetést, mert arról de facto azt gondolom, hogy az egyszerűen megüli az embereket. De például rengeteg olyan termék van, amit valahol be tudnánk bizonyítani, hogy tud ártalmakat gyakorolni az emberi életre, annak ellenére, hogy vidáman fogyasztják, fogyasztjuk mindannyian. Amikor dalszöveget írsz, írtál, akkor mindig van egy konkrét üzenet a fejedben, amit megpróbálsz megfogalmazni? Én érzéseket szeretnék leírni alapvetően, szerintem a popzene alapvetően erről szól. De amikor megírok valamit, akkor nyilván az én ízlésem, az én életem, az én gondolataim, érzéseim vannak benne, és ilyen értelemben
ahogy szokták mondani, az is egy statement, és főleg minél inkább zártnak tűnik ma a magyar társadalom, minél jobban csukódik, és minél zártabbá válik a gondolkodása, ezek a dalok annál inkább tűnnek sokszor bizony, hát ilyen kiállásnak, pedig nem annak számom őket. Pratkanis szerint azonban nem csupán a médiában, a kereskedelemben vagy a politikai szférában dolgozóknak van felelőssége abban, hogy hogyan hatnak, befolyásolnak másokat, hanem mindenkinek, aki a társadalomban kommunikál, posztol, véleményt nyilvánít vagy éppen támogat. Hogyan lehet mondjuk a Facebookon kiszúrni az úgymond manipulátorokat a barátok, ismerősök között? Hát igen, jó kérdés. Az tény, hogy beszélgetni sokkal könnyebb erről, mint valóban észrevenni ezeket a dolgokat. Az egyszerű válasz az, hogy mindennek menjünk utána, kutassuk fel, csekkoljuk le az információkat. Ez a könnyebb feladat. A nehezebb része, hogy valaki eljusson idáig, hisz ehhez kell egy jó adag motiváció. Kell, hogy hajtson bennünket valami, hogy utána is járjunk a dolgoknak. Én többnyire arra kérem az embereket, hogy mindenki gondolkodjon el, ki is akar lenni valójában. Az internet által manipulált ember, aki kapható mindenféle rémhír terjesztésére, nem más, mint egy cirkuszi állat. Csak épp jutalmat nem kap érte. A karikán átugráló állat legalább kap egy halat vagy valami jó falatot cserébe, amit megehet. Ő viszont még azt sem kap. Ezt az embert megkérdezném, tényleg ilyen akar lenni? Nem kellene inkább azt a kérdést feltennie magában, hogy kivé szeretne válni, hogy megtalálja a helyes utat, hogy kiálljon azért, amiben hisz, ahogy a demokráciában teszik az emberek. A demokrácia arról szól, hogy a másik oldalt is meghallgatják, és megértik a mondandóját, mindegy, hogy egyetértenek vele vagy sem, és tanulnak belőle. Ez egy másfajta identitáshoz vezet.